Az elején ide tettem két igét, az egyik az apostolok cselekedeteinek a 24. részéből való, és arról szól, hogy Pál apostol az új római helytartó elé járul időnként, és ez a helytartó magához hívatta Pált, és beszélgetett vele az Isten dolgairól. És hallgatgatta Pált egészen addig, amíg kényes kérdésekről nem lett szó. Ugye az idézet így szól, mikor pedig Pál az igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről szólt, meglévülve mondta Félix, a római helytartó, na most menj el, de amikor majd alkalmas lesz, maga hozzívlak téged. Tehát a szép dolgokat, a kegyelmet, meg mindenfélét, azt ő szívesen hallgatta, de abban a pillanatban, hogy az igazsághoz való ragaszkodásról, tehát akár a szenvedések árán is az igazsághoz ragaszkodni kell, az önmegtartóztatásról, hogy ne a test indulatait élje az ember, hanem a szellemnek engedelmeskedjen, illetve hogy az eljövendő ítéletkor Istennek számot kell adjunk az életünkről, mit kezdtünk, a tehetségünkkel, a dolgokkal, amiket Isten ránk bízott, hát ezt már nem szívesen hallgatta szegény Félix. Nagyon sokan így vannak, hogy a kereszténység csak addig szép nekik, vagy érdekes nekik, amíg ezekről a dolgokról szó nem lesz. A másik idézet a zsidókhoz írt levél 9.27-ből való, és így szól, elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig az ítélet. Tehát tulajdonképpen az ember, amíg él, és ebben a testben van, addig tehet és cselekedhet, és amikor meghal, utána megfutotta a pályáját. Nincs már számára lehetőség arra, hogy változtasson a dolgokon, hanem csak az van, hogy az ítéletkor oda fog állni, és az ítéletkor a sorsa eldől, a jutalmát, avagy a büntetését meg fogja kapni. Ugye minden feltámadás ítélet az az igazságszolgáltatás követ. Jézus feltámadását is követte igazságszolgáltatás, és itt látjuk, hogy az ítélet a Bibliában milyen más dolgot jelent. Ugye a Filippi 2 azt mondja, hogy Jézus nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő, hanem kiüresítette magát, szolgai formát vett föl, engedelmes volt, mint halálig, egészen a keresztfának a haláláig. Ennek okáért az Isten is felmagasztalta őt, és adott neki olyan nevet, amely minden név fölött való, hogy Jézus Krisztus nevére hajoljon meg minden tért, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Ugye Jézus be is jelentette, nékem adatot minden hatalom a mennyen és a földön. Vagy ahogy nagyon sokszor olvassuk, hogy Jézus az atyának a jobbjára ült. Mit jelent, hogy az atyának a jobbjára ült? Hogy az atya után a második leghatalmasabb személy lett. Az 1 Korintus 15-ben is azt olvassuk, hogy az atya mindent a Jézus lába alá kényszerít, a lába alá vet. Nyilván kivéve az atyát, aki ezt az alávetést mindenki mással el fogja végezni. Tehát Jézus az, aki az ő ítélete miről szólt, a leginkább megvetették, a leginkább meggyalázták, a leginkább elutasították, senkinek se kellett, az építők a szegletkövet elutasították, Isten pedig azt mondta, hogy én neki adom a legnagyobb hatalmat, a legnagyobb dicsőséget, a legnagyobb tekintélyt. Tehát ez volt a helyzet. Itt a földön ő volt az utolsó, a mennyben pedig ő lett az első, és sok elsőkből majd lesznek utolsók, és sok utolsókból lesznek elsők. Tehát ez a helyzet, vagyis az, hogy a világ valakit azért, mert igaz, azért, mert Istentől való kivet, megvet, megaláz, mit tudom én, megtapos, ez viszont azt jelenti, hogy az Isten az igazságszolgáltatás, akkor ezt helyreállítja. Amilyen mérvű volt a gyalázat, nem is azt mondom, hogy olyan mérvű a dicsőség, mert azt mondják az apostolok, hogy ezt messze meghaladja. Tehát csak azt tudjuk mondani, hogy arányban áll. Sokkal-sokkal meghaladja a vigasztalás, a helyreállítás, azt a szenvedést, amit az Úrért el kellett az embernek szenvednie, bármilyen természetű, lelki, szellemi vagy fizikai természetű, de arányban áll. Minél nagyobb volt a szenvedés, annál nagyobb lesz és erőteljesebb lesz a dicsőség és a vigasztalás, mert ilyen az Isten igazságszolgáltatás. Ez a célja az Isten igazságszolgáltatásnak, hogy a nevé is mutatja, hogy az igazságot helyre állítsa. No, nézzük akkor a Jézus visszatérését. Ugye Jézus, mikor visszatér, az egyház fölött tart ítéletet, és ezt az ítéletet a Biblia következetesen úgy hívja, hogy ez Krisztus ítélőszéke előtt történik meg. Míg az utolsó ítélet, mert látni fogjuk, hogy ez a nagy fehér trón előtt fog megtörténni. Tehát Krisztus ítélőszéke, szó szerint azt mondja görög, hogy bímája, a bíma az egy ilyen széket jelent, ahol a bírák leültek. A másik pedig a nagy fehér trón előtt, az atyának a trónja előtt fog megtörténni és lezajlani.
Jó? Tehát fontos, hogy Jézus mikor visszajön, ugye mondtuk, hogy lesz a sereggyűjtésnek a napja, mint hadvezér fel kell, hogy kvázi érvényt szerezzen az uralmának. Mi már most hiszünk az uralmával, és pontosan ezt tulajdonítottuk nekünk, igaz sem. Mi hiszünk, hogy övé minden hatalom, menjen és a földön, ő uraknak ura és királyoknak királya. És ezért igyekszünk neki, tőlünk telhetően, maximálisan, ahogy csak tudunk, engedelmeskedni. És őt királyként és úrként az életünkben, a tetteink, a gondolkodásunk, az egész életünk által megtenni. De a föld, ez a világ, ez nem ezt teszi, hanem a bűnben és a gonoszságban vesztegel. És Jézus majd vissza fog jönni, hogy érvényt szerezzen a hatalmának, érvényt szerezzen az uralmának. Amikor készül visszatérni, akkor megfújják a kürtöket, ez a sereggyűjtésnek a napja, amikor az Úr összegyűjti a seregeit, mennyeit és földit, és ezek a földi seregekbe fog beletartozni az egyháznak ez a két része, azok, akik meghaltak a Krisztusban, és azok, akik még élnek a Krisztusban. Az egyik feltámad, a másik pedig elváltozik és elragadtatik. Oké. Ugye így olvastuk a 2 Korintus 5:10-ben, hogy nekünk mindjárt meg kell jelennünk, hol Krisztus ítélő széke előtt, hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Oké. Ugyanezt olvassuk a Róma 14-ben is. Ugye a 3 verset írtam ide, te pedig miért kárhoztatod a te atyád fiát? Vagy te is miért veted meg a te atyád fiát? Ugye az étkezési szabályokon, szokásokon az egyik így, a másik úgy veszekedtek a keresztények, és erről van itt szó. Azt mondja, hiszen mindnyájan odaállunk majd Krisztus ítélő széke elé. Tehát ugye két bizonyságra minden megáll, oda fogunk állni Krisztus ítélő széke elé. Ezt mindenkinek meg kell tennie. Mert meg van írva, élek én, azt mondja az Úr, nekem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja. Ezért hát mindegyikünk maga ad számot magáról az Istennek. Ugye ez két dolgot jelent, ugye. Mit idéz? Nekem hajol meg minden térd. Mit akar ezzel Pál mondani? Nem neked, mondja az Isten, hanem nekem. Tehát kinek adunk számot a dolgainkról? Istennek. Tehát senki ne akarjon idő előtt bíró lenni, és az Isten bírói székébe beleülni, és a másik fejet ítéletet tartani, mert nem, én nekem nem neked kell megfelelni, és neked nem nekem kell megfelelni, mind a kettőnknek Istennek kell megfelelni. Ezért szoktuk azt is mondani, hogy az hogy ha te a gyülekezetednek megfelelsz, az egy jó dolog. És amennyire a gyülekezeti elvárások összegben vannak Isten elvárásával, ez jó dolog. Törekszünk rá, de tudjuk garantálni, hogy ez mindig így van. De neked elsősorban nem a gyülekezetnek kell megfelelni, hanem a lelkészetnek, a nem tudom én kicsodának, a házi csoportvezetőd, az, aki téged meg fog ítélni, hanem az Isten fog téged megítélni. Ha szerencséd van, akkor a pásztorod, a lelkészed, az igényedető, a házi csoportvezető, stb. Az Isten igényét hirdeti neked, és ő is arra ösztönöz téged, hogy Istennek feleljél meg. De a fontos, hogy nem egymás fölött kell uralkodnunk, és nem egymás fölött kell ítéletet gyakorolni, hanem tudnunk kell, hogy téged is, engem is ugyanaz az Isten fog megítélni, mindegy, hogy egyébként mi a funkciónk az egyházon belül. A másik, amit kijelent az ige ezzel kapcsolatban, mindegyikünk magunkat számolt magáról az Istennek. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a más bűni értelem vagy felelős. Tehát téged azért nem vonnak felelősségre, amit más követett el. Tehát csak a saját cselekedeteidre nézve kapsz büntetést vagy utalmat. Felelősek vagyunk, tehát nyilván nem jelent ez, hogy nem vagyunk felelősek egymás. Még az se jelenti, hogy megvethetjük az elöljárókat, vagy mit nem kell elfogadnunk a gyülekezeti rendet, vagy bármilyen félét, nyilván nem értitek félre. De azt jelenti, hogy amikor te azt mondod, hogy te miért csinálod, meg miért úgy csinálod, meg miért azt csinálod, meg miért nem ezt csinálod, meg miért nem úgy csinálod, meg miért nem amúgy csinálod, jó keresztény nem tesz ilyet, jó keresztény nem csinál olyat, stb. Tehát elkezdődik tulajdonképpen ez a fajta egzerszíroztatás és törvénykezés a gyülekezetben, az emberek mindig arról feledkeznek el, hogy Istennek tartoznak számadással, nem az egyháznak, nem a gyülekezetnek, nem a másik kereszténynek oda-vissza. A másik pedig, hogy neked másnak a bűnéről nem kell számot adni. Tehát neked nem kell úgy viselkedned, mintha másnak a bűne a te életedet ilyettéképpen, vagy a te számadásodat valami módon befolyásol. Nem fogják tőled megkérdezni, hogy az X vagy az Y miért csinálta, amit csinált. Ha azért csináltam, mert te tanító voltál, és az igazságot elferdítetted, és az elferdített igazság okán elment a bozótba, azt rajta számon fogják kérni. Ezért mondja Jakab, hogy ne legyetek sokan tanítók, tudván, hogy súlyosabb ítéletünk lesz. Mert az ítélet nem csak cselekedetről szól, hanem beszédről is szól, sőt, majd látni fogja, motivumról is szól, tehát ez így mind egyben lesz az Isten előtt igazán, és mert a beszéd is cselekedet. Tehát a Biblia beszédet
a cselekedetekkel egyenértékű dolognak tekinti. Noha elismeri azt, hogy a cselekedetek mindig hangosabban beszélnek, mint a szavak. Oké. Tehát ez van a Róma 4-ben, mindegyikünk magáról ad számot az Istennek, és mindegyikünk Istennek tartozik elszámolással, és nem egymást kell elszámoltatnunk. Ugye ez a Róma 14-nek az a fő mondani valója. Ami fontos, hogy a hívők ítélete nem kárhoztató, tehát a hívőket nem fogják kárhozatra ítélni. Akiknek részük van az első feltámadásra, azok az életre fognak bemenni, de azt is majd látnunk kell, hogy egyáltalán nem lesz egyformaság. Tehát az eljövendő világban nincs uniformizáltság, nem kommunisztikus a dolog, tehát nem olyan, hogy mindenki egyenruhában, vagy különbségek vannak, hierarchia van, rangsor van, különbözőségek vannak, és ez a különbözőség attól függ, hogy ki mennyire hasonlít Krisztusra. Nem külső értelemben, hanem belső értelemben. Ki mennyire tudta felöltözni Krisztus jellemvonásait. Ez lesz a megkülönböztetésnek a célja és az alapja. De jó hír mindenképpen az, hogy a hívőknek nincsen károsztató ítéletük. Tehát ők az életre támadnak fel, és nem pedig a kározatra támadnak fel. Ez nem jelenti azt, hogy a tetteik nem kerülnek ítélet alá. Viszont a hívőknek van egy nagy szerencséje, hogy már ítéletet gyakorolhatnak itt a Földön. Ugye azt olvassuk a 5 Korintus 11-ben, hogyha mi megítéljük magunkat, akkor Istentől már nem ítéltetünk el. Tehát lehetőségünk van arra, hogy a bűneinktől megszabaduljunk. Ezek pedig az a módja, ha bűnvallást teszünk, a bűnvallásnak pedig a lényege az, hogy az ember elismeri, hogy vétkezett, és bűnnek tulajdonítja azt, amit Isten bűnnek mond. Miért van ez? Azért mert lehet, hogy elvisz a test, és eltévedek, de mikor tudom, hogy bűnt követek el, akkor azt mondom, hogy igen, ezt én csináltam, és ez bűn volt. Akkor megegyezek Istennel az igazság tekintetében. Tehát valójában belül Isten pártján állok, noha a külső emberem még erőtlen ahhoz, hogy meg, vagy inkább túl erős ahhoz, hogy az igazságot meg is tudjam cselekedni. De Isten hű és igaz, hogy ilyenkor a bűneimet megbocsátja, mert nem azt nézi, hogy mit követtem el, hanem azt nézi, hogy hova tartozok és hova tartok. A baj akkor van, amikor azt mondom, hogy elkövetem a bűnt, és a bűnt meg ideologizálom. És azt mondom, hogy jaj, hát ez nem is olyan nagy baj. Jaj, hát ez nem is olyan nagy bűn. Jaj, hát ez már nem is olyan nagy dolog. De igen, baj, de igen, bűn. Tudni kell, hogy rosszat tettem, tudni kell, hogy rosszat csináltam, tudni kell, hogy az Isten igéhez képest ez rossz dolog. Mert ilyenkor, amikor ezt te kimondod és megvallod, visszaállsz Istennek a pártjára, az igazságnak a pártjára, az igazságnak az oldalára. Isten pedig azt mondja, hogy ha ez így van, és te megítéled ezt a bűnt, és ő a szíveket vizsgálja, tehát ez nem egy ilyen képmutató dolog, hanem egy őszinte valóságos dolog, hogy igen, uram, vétkeztem, ez rossz volt, ez helytelen volt, azt tettem, ami nem kedves te előtted, kérlek, bocsáss meg, akkor azt mondja az írás, hogy Isten hű és igaz, hogy ezt a bűnt eltörli, és ezeket a bűnöket megbocsátja. Ez megint nem jelenti azt, hogyha megvallatlan bűn van az életedben, akkor az értéképpen számon van tartva. De az elleplezett, az eltitkolt bűnök, azok a bűnök, amiket az ember valamilyen oknál fogva a szégyel, ezek is nyilvánvalók lesznek az önkítéletkor. Tehát amit most titokban követel az ember, és úgy van vele, hogy úgyse tudja meg soha senki, azt egy nagy kivetítő vásznon mindenki látni fogja az önkítéletkor. És az is nyilvánvaló lesz, hogy most ugye a kivetítő vásznot képletesen értsétek, nem jó formában. Szintén az ítéletet nem úgy kell elképzelni, mint egy bírósági tárgyalás, hogy ott lesznek az ülnökök, és akkor és egyfelől másfelől is felsorakoznak a tanúk. Az ítélet, főleg a Krisztus ítélő széken, roppant egyszerűen zajlik. Ugyanis meglátjuk őt színről színre, ahogy belenézel az Úrnak a szemébe, belenézel az Úrnak a tekintetébe. Ő maga a szentség, ő maga az igazság. Ott, ahogy az élete filmje a fuldokló előtt lepereg, egy szempillantás alatt minden lepereg, hiszen a lelked, a szellemed őrzi az életednek minden lenyomatát, mindenfajta emlékét, és ez egy szempillantás alatt ott az igazság trónja előtt nyilvánvalóvá válik. Ott nem lesz szükség bizonyítási eljárásra, nem lehet bizonygatni jobbról, balról, egyfelől, másfelől, hanem ott minden nyilvánvalóvá lesz, és azzal együtt, hogy nyilvánvalóvá lesz, meg is ég. És hogyha értékes, akkor a tűzön úgy megy keresztül, mint az arany, hogy még tisztábban jut ki belőle, ami pedig értéktelen, az megsemmisül, eltűnik. És gyakorlatilag ez az utolsó kegyelmi aktussal leszünk bevégzett szentekké.
Mert itt, amíg a testben vagyunk, azóta távol vagyunk, ugye így olvastuk, és itt csak törekedni tudunk a megszentelődésre, és kell is törekednünk a megszentelődésre, ez egy nagyon fontos dolog, hogy elválasztjuk magunkat a bűntől, a testcselekedeteitől, a világnak a dolgaitól, de igazán a tökéletességre itt nem tudnánk eljutni, hanem az ítélet lesz az, amikor átlépünk a tökéletes megszentelődésnek az állapotába, és méltók leszünk arra, és mindenek fölött alkalmasak leszünk arra, hogy Isten országába, Istennel együtt létezzünk és éljünk. Oké. Okay. Nézzük akkor az 1 Korintus 3-at, ez hívőknek szóló üzenet. Pontosan erről a dologról, hogy az ítéletkor bizony egy hívő embernek az élete munkája, mindaz, amit ő nagyon értékesnek, meg nagyon fontosnak tartott, kiderülhet az ítéletkor, hogy hát ez bizony hát nem túl sok. Az 1 Korintus 3-nak a 10. versétől olvasom. Azt írja Pál apostol a hívőknek, mint bölcs építőmester, én fektettem le a ház alapját, ahogy Isten erre képessé tett. A további építkezést azonban már mindenki maga folytatja. Jól vigyázzatok, mit és hogyan fogtok erre az alapra építeni. A ház alapja készen van. Jézus Krisztus ez az alap, hiszen más alapot senki sem készíthet. Tehát olyan házat, ami kiállja az ítéletet, senki sem építhet, csak a kősziklát, csak a názareti Jézus Krisztus személyén. Valaki a Jézus személye nélkül óhajt házat építeni, ugyanis a ház alatt most az életünket, mint olyat érti a Biblia, akkor eleve olyan házat épít, aminek nincs alapja, abból semmi nem fog megmaradni, és ő maga sem fog megmaradni. De ha valaki hitre jutott Krisztusban, megismerte a Krisztust, van egy szellemi kijelentése és a Krisztus és újjászületett Jézus Krisztusban, akkor az alap ott van az életében. De erre az alapra építenie kell valamit. És nem egyfélét, hanem többfélét építhet erre az ember. Azt mondja 12, erre az alapra azután mindenki ráépítheti a maga házát, amelyhez különböző anyagokat használhat fel, úgy, mint értékeset és értéktelent, milyen értékes aranyat, ezüstöt, drága köveket, vagy értéktelent, fát, szénát, szalmát. Hogy milyen anyagból építetett, az az ítélet napján fog kiderülni. Jó, tehát az ítéletnek van napja, van ilyen ítélet napja. Mert az a nap tűzzel jön el, és próbára teszi, hogy ki milyen anyagból építkezett. Ha valakinek a háza kiállja a tűz próbáját, akkor jutalmat kap. Ha viszont leég a háza, kárt szenved. Ő maga ugyan megmenekül, de csak úgy, mint akit az égő házból mentettek ki a tüzön keresztül. Tehát megmenekül az illető, a kőszikla ott van az életében, Krisztus az alap, amire elkezdett építkezni, akkor a megmenekülése rendben van. Mi lesz a probléma? Hogy mindaz, amit ő értékesnek tartott, amit fontosnak tartott, amire időt, pénzt, figyelmet, energiát áldozott, és amiről azt gondolta, hogy ez az életének lényegi része, arról kiderül, hogy értéktelen volt, pazarlás volt. Mire figyelmeztet ez a példázat? Hogy úgy éljünk és úgy építkezzünk a Krisztusban, hogy valóban az örökké való értékek szerint éljük az életünket, és az örökké való értékek mentén éljük az életünket, mert csak ennek lesz maradandó jutalma, és ennek lesz maradandó haszna az életünkben. Oké. Talán még két igét érdemes idehozni szintén a hívők ítéletéhez. Az egyik, hogy a Filippi levélben Pál apostol egy olyan gyülekezetnek ír, ahol hát kicsit úgy könyököltek, marakodtak egymással a drága testvérek. És Pál a saját példáját hozza fel, ugye a legtöbbször a könyöklés zsidók és nem zsidók között voltak. Mert zsidók nagyon büszkék voltak arra, hogy ők ismerik a törvényt, és ezért lenézték a pogányokat, akik meg hát tudatlanok voltak az ószövetségi igazságokat, meg az Isten dolgait illetően. És a pogányok meg a zsidókat nézték le másokból, és akkor egyenetlenségek voltak, és itt a gyülekezetben is voltak ilyen egyenetlenségek, és akkor Pál felhívja a figyelmet, hogy nézzétek ide, ha lehetne, ha valakinek van dicsekedni valója az ő zsidó felmenőivel, meg minden, akkor nekem van, mert én Benyámin törzséből születtem, zsidóból való zsidó vagyok, sőt, farizeus voltam, a legszigorúbb rendhez tartoztam a zsidóságon belül, sőt, még a farizeusok között is a legkiválóbb tanítónál, a Gamálielnél, mindaz, ami egykor nekem a
test szerint, Ádám szerint dicsőségemre volt, én azt kárnak és szemétnek ítéltem, és a hátam mögé vetettem, amikor a Krisztust megismertem. És most már csak egy dolog érdekel engem, hogy Krisztus értékrendje és Jézus értékrendje szerint legyek megfelelő. És hogy abban a dicsőségben részesüljek, amiben ő is részesül, és ami a dicsőségben ő meg fog jelenni a visszajövetelekor, és az ő megjelenésekor, amikor visszajön, akkor én is ebből a dicsőségből részesedhessek. Hogy amikor ő megjelenik a hatalommal, megjelenik dicsőségesen, akkor én nekem ne szégyenkezve kelljen nekem ott állnom, hanem azt tudja mondani, hogy na végre, csodálatos. Alig vártam már, hogy az Úr visszajön. És tudom azt, hogy ez nekem ez a legnagyszerűbb és legcsodálatosabb időszakot fogja jelenteni az ő visszatérése és az ő visszajövetele. Így akarok élni. Ez az életcélom. Ez a legfontosabb a számomra. És ebben az értelemben, ha valaki azt hiszi, hogy ő már tökéletesebb, mint a másik, akkor azt felejtsétek el. Egy értelemben legyetek tökéletesek, hogy ami már mögöttetek van, azt felejtsétek el. Azon már nem érdemes rágódni, meg nyomogni, hanem ami előttetek van, mégpedig az, hogy Isten elhívott benneteket az ő dicsőségében, arnak dőljetek neki, arra törekedjetek, az lebegjen a szemetek előtt, hogy azt megnyerjétek, és ha ilyenek vagytok, tökéletesek vagytok. Ez nagyon érdekes kérdés, de ez a tökéletesség mintája a szentek között, és ezt el szeretném olvasni az első Péter levélnek az elejét, mert pontosan erről beszél Péter apostol, és ő is ugye ezt emlegeti fel, hogy az Úr vissza fog térni dicsőségben, és ez a dicsőségben nekünk akkor részünk lesz. Ez tulajdonképpen a keresztény ember életének a lényege, hogy amikor Jézus dicsőségben visszatér, ebben a dicsőségben nekünk is részünk legyen. És ezért itt a Földön bármi gyalázatot kész vagyunk elszenvedni, csak hogy ebből a dicsőségből részesedhessük. Így szól Péter. A bevezetőt most olvassuk el. Péter, Jézus Krisztus apostola üdvözletét küldi Isten kiválasztott népének, akik szétszóródva élnek Pontuszban, Galáciában, meg mindenfelé. Az Atya Isten már réges-régen elhatározta, hogy kiválaszt és szent népévé tesz benneteket a Szent Szellem által. Isten arra választott ki benneteket, hogy engedelmeskedjetek neki, és hogy megtisztítsa titeket a Jézus Krisztus vére, vagyis áldozati halála által. Isten adjon nektek egyre több kegyelmet és békességet. Áldott legyen az Isten Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki nagy irgalmából újjászült bennünket Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Tehát kikhez szól? Péter azokhoz, akik Jézus Krisztusban újjászülettek. Ez pedig élő reménységet jelent a számunkra. Most tehát reménységgel várjuk, hogy megkapjuk örökségünket, amelyet semmi sem tehet tönkre, és amely soha meg nem fakul, és soha sem veszít az értékéből, mert a mennyben őrzik a számunkra. Mindez a tiétek, akiket Isten hatalma védelmez a hitetek által, ameddig a teljes üdvösséget el nem éritek. Tehát mi a védelem a számunkra? A mi hitünk. Amíg hiszünk Istenben, addig az ő hatalma alá tartozunk, és Isten hatalma őriz bennünket az örökkévalóságra és az örökségre. Azt mondja, ez már el van készítve, mármint az üdvösség, hogy az idők végén mindenki számára lelepleződjön. Tehát nyilvánvalóan most nem látható, hogy mi kik vagyunk Krisztusban. Egymást látjuk, egy földi embert látjuk, külső embert látunk. Legfeljebb a beszédében, a cselekedetében, hogy megvillan, hogy ennek az ember ez Krisztusban kicsoda. De akkor ez nyilvánvalóvá is egyértelművé válik. Azért tölt el benneteket nagy öröm, annak ellenére, hogy most még egy kis ideig különböző megpróbáltatások, szomorúságot okoznak nektek. Tehát ez egy üldöző gyülekezetnek írja ezt a levelet Péter, és azt mondja, hogy hát igen, nyomorgatnak innen és onnan, és meg rossz dolgokban van részetek, és mégis betölt benneteket az öröm, abban a pillanatban, amikor a Szentlélek betölt benneteket, mert tudjátok, hogy örökké való örökségetek van, és utána azt mondja, miért van ez így? Mert szükséges, hogy ezek a nehézségek próbára tegyék a hiteteket, vajon valódi-e. Az igazi hit ugyanis értékesebb a színtiszta aranynál. Tehát Isten előtt mi kedves? Ami kipróbált, megpróbált hitünk. A próbák tehát miért vannak? Azért, hogy a hitünk erősebb legyen. Ugye azt a hasonlatot szoktam hozni, hogy az eső erdőben nagyon könnyen kidőlnek a fák, mert ott meleg van, pára van, humusz van, minden van, és ezért nem szükséges, hogy a fák mély gyökeret eresszenek.
De a sziklán növő fa, aminek ki kell bírni a viharokat, meg a mindenfélét, az olyan mélyre ereszti a gyökereit, hogy az elpusztíthatatlanná válik. Tehát a nehézségekben mindig az történik, hogy a nehézségekben egy választás elé állunk. Megbotránkozunk és elfordulunk, vagy pedig még mélyebbre eresztjük a gyökereinket, és még jobban keressük az Urat, és még jobban törünk az Úr felé. És ez megtörténik, ajde mélyebb és erőteljesebb gyökereik lesznek. A próbák erre valók, és ez a mélyebb, erőteljesebb gyökér, az egy élő, hitbeli kapcsolatot jelent az élő Istennel, és erről mondja a Biblia, hogy aki az Úrban bízik, az olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, mert a gyökerei elérték a vizet. Ez a víz pedig az Istentől, az Isten trónjától áradó víz, ez a Szent Szellemnek a vize, és ezt a vizet, hogyha elérjük a gyökereinkkel, ez néha át kell törni a testen, át kell törni a testi magatartáson, át kell törni a lélekben levő nehézségeken, a rossz beidegződésen és egy sor dolgon, de amikor ezt eléred, akkor a Szentlélekből ez az élet rádárad, és ez a hitedet kipróbáltál teszi, és ez minden kincsnél van többet ér. Tehát ami itt a Földön a legnemesebb arany, amire az emberek ölnek, meg törnek, zúznak, meg mindent megtesznek, hogy azt megszerezzék, a mennyben ugyanez a te kipróbált hitet. És minél több van neked ebből, annál drágább és értékesebb ez a dolog a számodra. Utána azt mondja, hogy az aranyat tűzzel tisztítják meg, mégsem marad meg örökké. Hitetek viszont, miután kipróbálták és valódinak bizonyult, dicséretet, elismerést és dicsőséget szerez nektek, amikor Jézus Krisztus megjelenik. Tehát mikor lesz ez a dicsőség láthatóvá, és a te hited igazi értéke láthatóvá? Akkor, amikor Jézus Krisztus megjelenik. Igaz. Ti nem ismertétek Jézust személyesen, és mégis szeretitek őt. Tehát a hitünknek pont ez adja meg az értékét, mert akik ott voltak Jézus környékén, és ismerték Jézus személyesen, nekik nyilván ezekben a dolgokban könnyebb hinni. Ugye egy érdekes dolog a test feltámadásával kapcsolatban, hogy azt látjuk az apostoli levelekben, hogy az első századokban nem azzal volt az embereknek problémája, hogy Jézus feltámadt-e. Az apostolok nem voltak ilyenek is, de azok főleg távolvalók voltak, de Izraelben annyira nyilvánvaló volt, hogy Jézus feltámadt, hogy a feltámadás tagadói nem is azt tagadták, hogy Jézus feltámadt, hanem azt, hogy nem is halt meg. És ezért kell például János leírni, hogy én ott álltam, láttam, hogy a római katona szíven döfte, és azonnal a víz és vér jött ki, és hogy valóban meghalt, és aki ott állt, az írja ezt le nektek, hogy ti nektek teljes minden kétséget kizáró bizonyosságotok legyen, hogy Jézus valóban meghalt. És ezért így mondja az apostol is, hogy még a bűneinkben lennénk, hogyha Jézus nem támadt volna fel. De miért? Mert az ő halála pecsételte meg az új szövetséget. Az ő halálával lett hatályos az új szövetség. Ha nem halt volna meg, akkor nem lépett volna hatályba az új szövetség. És ugye ezért van, hogy minden szövetség vérontással lett megpecsételve, mert azt fejezte ki, hogy meghaltunk a réginek, és élünk az újba. Ugye a testamentum sem érvényes, csak halál után. Jézus, ugye elmész és be akarod nyújtani az igényedet az örökségre, mi az első, amit kér tőled a közjegyző? A halotti bizonyítvány. De ki kell, meg kell bizonyosodni arról, hogy a halál megtörtént. És ugye ezt szolgál, mi volt Jézus halotti bizonyítványa? A római katonának a dárdája. Azért döfte Jézus szívébe a dárdáját, hogy teljes bizonyosságot szerezzen arról, hogy Jézus Krisztus meghalt. Értitek? Mert annyira erős volt a bizonyságtétel arról, hogy Jézus él és nem halt meg, és annyira nyilvánvaló volt, hogy ezt nem is nagyon tagadták. Inkább azt próbálták meg, hogy nem is halt meg igazándiból. Ugye? Aztán hát ma már inkább a másik fele történik a dolognak, hogy igazándiból meghalt, ebben viszonylag kevesen kételkednek. De az, hogy igazán feltámadt, ez most inkább az embereknél a kétségnek a tárgya. Oké. Utána azt mondja, tehát nem ismertétek Jézus személyesen, de mégis szeretitek őt. Bár most sem látjátok, mégis hisztek benne, és dicsőséges öröm tölt el benneteket, amelyet lehetetlen szavakkal kifejezni. Így éritek el a hitetek célját, a lelketek üdvösségét. Ezt az üdvösségét próbálták megérteni, ezt kutatták nagy szorgalommal a régi idők prófétái is, akik Isten kegyelméről prófétáltak, amely most hozzátok érkezett meg. Azt szerették volna tudni, hogy mikor és hogyan fog megtörténni az, amit Krisztus szelleme mutatott nekik. A Szent Szellem a prófétákban élt, és előre megmutatta Krisztus szenvedéseit és az utána következő dicsőségét. Azt is megmagyarázta a prófétáknak, hogy a munkájukkal nem saját maguknak, hanem az utánuk következő nemzedékeknek szolgálnak.
Ti vagytok ez a nemzedék, és a ti javatokra szolgál mindaz, amit a proféták mondtak. Ugyanerről beszéltek azok is, akik mostanában az örömhírt elvitték hozzátok. Isten azért küldte a mennyből a Szent Szellemet, hogy segítsen nekik hirdetni az örömüzenetet, amelyben még az angyalok is vágyakozva szeretnének bele tekinteni. És így jön az intésnek a másik fele, ha pedig ez így van, akkor éljetek szent életet. Tehát, hogyha ezt valóban hiszitek is, akkor ez látszódjon meg az életeteken is, ugye ez a második fele a levélnek. Tehát a hitünknek az értékét pontosan az adja meg, hogy annak ellenére hiszünk, amit látunk. Annak ellenére hiszünk, hogy az elme számára a keresztről való beszéd bolondság. Miért higgyek valakiben, akit keresztre feszítettek, és miért higgyem el, hogy ő feltámadt? Ez úgy hülyeség, ahogy van a természetes ember számára. És Isten ezt a bolondságot adta az evangélium üzeneteként, mert te is, én is azért tudunk ebben hinni, mert a Szentlélek, az igazság szelleme erről bennünk bizonyságot tett, és nem tudunk ettől szabadulni. Tehát akárhogy próbálgatja az ember, egyszerűen valahogy annyira tudja, hogy ez igaz, hogy nem akar úgy csinálni, hogy nem igaz. De volt idő, amikor nem tudtuk, hogy igaz, és akkor ez nem zavar bennünket, ez a dolog. Most viszont tudjuk, hogy igaz, és zavarna bennünket, hogyha ezt nem vennénk figyelembe, mert egyszerűen nem. Ez a letagadhatatlan tényé vált az életünkben. De pontosan ez adja meg a hitünknek az értékét, hogy nem látjuk, mégis hiszünk. Nem voltunk ott, mégis elhiszünk. Minden, amit látunk a szemeinkkel, és amit a természetes érzékeinkkel érzékelünk, az pont az ellenkezőjét hirdeti nekünk, de mi mégis tudjuk, hogy ez az igazság. Tehát ez a hitnek a titka, ami kegyelemből adatik, és hogyha valakinek ez megvan, ez egy olyan értékes kincs, ugye így mondja a korintusi, második korintusi levélben, ez a kincsünk cserépedényben van. Az Istennek ez az ismerete, ez egy törékeny testben van benne, a belső embernek a birtoka ez, gazdagsága ez az ismeret, és ez benne van egy törékeny testben, cserépedényben. Úgyhogy ez tulajdonképpen a mi igazi kincsünk, és ez, ami kedvessé tesz bennünket az Isten előtt, és ez az a mi nagy kincsünk, ami kincsünk nyilvánvalóvá válik, amikor fel fogunk támadni, és odaállunk az Istennek az ítélő széke elé. Ami salak, az egyszer s mindenkorra eltávozik, ugye a Károly Földesen, tökéletesen reménykedjetek a kegyelemben, amit Jézus Krisztus hoz, amikor megjelenik, ugye ugyanek a résznek. Tehát amikor Jézus megjön, kegyelemmel jön, ami még rossz bennünk, ami még salak bennünk, azt ő kegyelem által elveszi. De miért, hogy születtünk újjá? Kegyelemből. Nem tett egyikünk se semmit se tudtunk tenni, csak hittel elfogadtuk. Most az életet is kegyelemből élünk. Ezért kezdi úgy az apostol is, hogy békességből és kegyelemből adassék nektek egyre több. Növekedjetek a békességben és növekedjetek a kegyelemben. És még lesz egy aktus, mikor átmegyünk ebből feltámadás után átmegyünk az eljövendő világba, ott is tűzön megyünk keresztül, a kegyelemnek a tüzén, ami a rossz dolgokat kiégeti belőlük, a jó dolgokat pedig még nemesebbé, még szebben csillogóvá fogja tenni. Ez tehát a hívőknek az ítélete. A következő dolog a mártíroknak az ítélete lesz, ugye? Itt tulajdonképpen egy mély pontnak felírtam azt, hogy az ítélet az Antikrisztus birodalma felett. Hát itt az egész Jelenések könyve, az összes kürtölések, meg a harag kelyeinek a kiöntése, a mindenféle csapkodások, ugye arról szolgálnak, hogy a végső Babilon, az Antikrisztus birodalma, ez a Babilon, ez leomoljon. És ennek az ítéletnek is van azonban örökké tartó tartalma. Ugye Isten a történelme is gyakorol ítéletet, és ugye azt szoktam mondani, mindig, mikor a pogányokkal beszélgetünk, akkor a pogányok általában két dologgal szokták vádolni, vagy két okból szokták Istent vádolni. Az egyik az, hogyha ítél, a másik pedig az, hogy nem ítél. Ugye ha nem ítél, akkor azt mondják, hogy hát miért engedi meg Isten ezt a sok gonoszságot, miért nem ítél? Amikor a Bibliában olvassák, hogy Isten a kékköves Isten nyilát hozzávágja a bűnösök fejéhez, akkor meg hát, hogy a szerető Isten ilyenkor kegyetlenül válik. Hát a pogányoknak semmi sem jó. Ha ítél Isten, azzal van bajuk, ha még nem ítél Isten, akkor éppenséggel ezzel van bajuk. De Isten igazságos, és ő azt mondta, hogy hosszan tűr, mert vár az emberekre, hogy megtérjenek. És az ő megtérésük az Istennek a célja, nem az elpusztításuk. És ezért türelmet gyakorol az Isten az emberekkel, a bűnösökkel, hogy velünk is türelmet gyakorol. Velem is türelmet gyakorolt 24 évig, azóta is türelmet gyakorol, de talán egy fokkal kevesebb, mint előtte kellett, mert akkor én Istennélnek háttal éltem, és nem érdekelt, hogy Istennek mi tetszik, mi nem, és az egész életemet úgy rendeztem be, hogy nem foglalkoztam az Istennek a dolgával.
Isten hosszan tűr és vár az emberekre, és ezt a hosszú tűrést némelyek félreértik, és ugye úgy gondolják, hogy az Isten nem is gyakorol ítéletet. Amikor megkérdezik, hogy mit tudom, Isten miért engedte meg a holokausztot, a választom roppant egyszerű, nem engedte meg Isten a holokausztot. Megmondta az embernek, hogy ne gyilkoljon, megmondta az embernek, hogy ne öljön. Az Isten annak ellenére vitte ezt a dolgot véghez, hogy Isten világosan kijelentette, hogy ő ezt nem akarja és nem engedi, és az ember mégis megtette. Nyilvánvaló, hogy az embernek ezért felelni kell. Részben a tettei magukban hordják a büntetésüket. Tehát vannak olyan dolgok, amikkel nem kell extra büntetést adni. Mi is úgy vagyunk a gyerekünkkel, hogy amikor, mit tudom én, a papai utasítás ellenére felmászott a fára, letört alatta a gaj, és akkor mit tudom, leesett, eltört a lábát, akkor nem megyünk oda, és nem rúgunk bele az eltört lábába, mert elég büntetés az neki, tehát pont ettől akarta a parancsolat megóvni, hogy ez bekövetkezzen, hanem olyankor bátorítjuk, meg elviszünk az orvoshoz, meg mindent megteszünk, hogy minél hamarabb meggyógyuljon, igaz? Tehát van egy sor olyan bűn, ami a büntetését önmagában hordozza. De vannak olyan bűnök, amik a büntetésüket nem nyerik el, viszont ezek pedig igazságszolgáltatás után kiáltanak, és ez az Isten igazságszolgáltatásnak a dolga, és az Isten igazságszolgáltatásnak a része. Az Antikrisztus ítéletébe is nem csak az Antikrisztus generációja nem csak azt kapja meg, ami a saját bűneihez jár, hanem megkapja az elődökét is. Ugye a Bibliában van egy ilyen elv, hogyha 3-4 generáción keresztül nem térnek meg az emberek a bűneikből, akkor utána az a generáció, aki a büntetést kapja, az a visszamenőleg is az összes többi ilyet is el kell vigye. Mondok egy példát, a babiloni fogság generációja nem csak a saját bűneiért felelt, hanem azért az őseiknek a bűneiért is felelt. Mégpedig azért, mert ők nem fordultak el az őseik bűnétől, hanem követték ezeket. Viszont ha valaki elfordul az ősei bűneitől, akkor az már az ősei bűneiért nem felel. Sőt, az elfordulása azt jelenti, hogy az ősök között, ha ezer iziglen volt valaki, aki szintén Isten szolgája volt, akkor még az is a javára tulajdonítatik. Tehát az elragadtatás generációja nem csak azt a jutalmat nyeri, ami neki járna a saját cselekedetei vagy hite alapján, hanem azt is, amire évszázadokon meg évezredeken keresztül az előtte levők éltek és imádkoztak. Ez a földi igazságszolgáltatásnak a része, az Isten igazságszolgáltatásnak a történelemben, az emberi történelemben megvalósuló része. Az örökítéletkor ez nem így van. Az örökítéletkor mindenki személyre szabottan, a saját ügyeiért, a saját dolgaiért kell, hogy számot adjon, nem felel az ősei bűneiért, nem felel a testvéreinek a bűneiért, a családtagjainak a dolgaiért, viszont ezeknek a jó téteményei, meg hite, meg ízé sem segít rajta adott esetben. Mindenki saját magáért kell számot adjon az Istennek. Oké, tehát az Antikrisztus megítélésekor azonban van örök ítélet. Például gondoljatok a kecskék és a juhok ítéletére, ugye Krisztus beül az ítélő székébe az 1000 éves királyság kezdetén, a népeket összegyűjtik és megítélik őket, mégpedig az szerint, hogy mit cselekedtek az üldözöttekkel, Jézus legkisebbjeivel. Beteg voltam, meglátogattatok, nem látogattatok. Éhes voltam, ellenadtatok, nem adtatok. Börtönben voltam, közösséget nem vállaltatok. És így tovább, és így tovább. És utána úgy fejezi be Jézus, hogy ha megtettétek a legkisebbel, velem tettétek meg, ha nem tettétek meg a legkisebbel az én atyám fiai közül, akkor velem nem tettétek meg. Ez a kecskék és a juhoknak az ítélete, a nemzeteknek az ítélete. Oké. És ezek azt mondja, elmennek az örök tűzre, tehát úgy tűnik, hogy ennek az ítéletnek nem az a tény, hogy bemennek az 1000 éves királyságra, vagy pedig nem, hanem ez bizony az örök tűznek az ítéletéről szól. A másik dolog pedig, hogy az Antikrisztus és a hamis próféta is a gyehennába vettetik, tehát az ő számukra is az ítélet ebből a szempontból örök érvényű lesz, úgyhogy azért vesszük ezt a dolgot ide. Utána a következő, hogy az igéket ide felírtam, talán egyet érdemes megnézni, ami kevésbé ismert, de sokszor félreértett az Antikrisztus birodalma feletti ítéletnél. Ez pedig az, hogy Jézus sokféleképpen hívták, ugye te vagy az Isten fia, aztán a vakok azt kiabálták, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam, és így tovább. Jézus megkérdezte az apostolok, minek hívnak engem az emberek, ki ennek, ki annak. Ugye a Herodesnek a lelkiismerete, és azt mondta, hogy ez János, aki feltámadt a halálból, akit én fejeztettem le. Szóval sokféle vélekedés volt. Jézus magát mindig egy módon hívta, és nagyon következetesen, és nem találtok más módot,
ahogy ő mag saját magát nevezte, ő így hívta magát az emberfia. És ki ez az emberfia? Ez a Dániel könyvében van leírva, mégpedig a 7. részben, és ez ugye Dánielnek egy látomása, és talán érdemes ezt elismerni, mert méltatlanul keveset tudnak erről az emberek, hogy ki ez az emberfia. Amiről itt szó van, a 7. rész első versében van leírva a látomásnak a körülménye, az, hogy a Belsazár Babilónia király uralkodásának első évében Dániel álmot látott. Ki volt ez a Belsazár? Emlékszünk rá esetleg? Nabukodonozor fia. Nabukodonozornak dédunokája volt egész pontosan, tehát a negyedik nemzedék volt, de ő volt az, aki kihozott az úr házának az edényeit, ugye a Babilon ostromának a napján, és akkor a menóra fénykörébe az a bizonyos kéz felírta a falra, hogy menetek el Ufárszín. Ez elég közismert történet, erről a Belsazárról van szó, de nem arról az éjszakáról, amikor megbukott, hanem uralkodásának első esztendejében látja ezt a látomást Dániel. Ezt a látomást látta, amíg aludt, tehát tulajdonképpen álmot látott. Ugye szoktuk mondani, hogy ha ébren vagy és úgy látod, akkor látomás, ha pedig alszol és úgy látod, akkor álom. Azután feljegyezte, amit látott. Ugye ezt mondta, én Dániel, azt láttam ebben az éjjel látomásban, hogy a négy égtáj felől fújó szelek felkorbácsolták a nagy tenger hullámait, a tengerből négy különböző hatalmas vadállat emelkedett ki. Most nem célunk, hogy mindent megfejtsünk, a földközi tengerről van szó, a négy cél ugye a történelemnek a mozgását jelentés, a négy vadállat, majd négy birodalom lesz, akik kiemelkednek, ugye a babiloni birodalom, a perzsa birodalom, a görög birodalom és a római birodalom. És utána látja, hogy milyen, meg hogy, meg minden, és az utolsó, negyedik vadállathoz kapcsolódjunk be a hetedik részben, azon az éjjel látomásban láttam a negyedik vadállatot is, amely ijesztőnek, rettenetesnek és igen erősnek látszott, hogy ez a római birodalom egy ragadozó képében. Nagy vasfogai voltak, amelyekkel összezúzta és felzabálta, ami a szájába került, amit nem tudott megenni, azt a lábával összetaposta. Tehát ez a rómaiságnak vagy a római szellemnek a lényege, amit bennem kebelezhet, azt eltapossa. Tehát vagy én igázlak le téged, vagy te igázol le engem. Nem tudsz partneri viszonyban gondolkodni. Ha erősebb vagyok, bekebelezlek, ha nem hagyod magad, eltaposlak. Ha te vagy az erősebb, akkor behódolok. Ez a vadállat különbözött a másik háromtól, és 10 szarva volt. Mialatt a szarvait néztem, észrevettem, hogy egy újabb kis szarv nő ki, ugye a szarva hatalomnak a képe, amelyen nagyokat mondó száj és emberi szemek voltak. Ez lesz majd az Antikrisztus. Három szarvat az előbbiek közül gyökerestül kitéptek, hogy helyet készítsenek a kis szarvnak. Na ez történik ugye a látomásban. Közben egy másik síkra kerül a látomás, és azt mondja, trónokat helyeztek el, és az öregkorú a trónjára ült. Ugye az öregkorú alatt azt érti, hogy Isten az öregkorúság, itt nem azt jelenti, hogy Isten öreg, az öregisten, hanem azt jelenti, hogy a haja fehér volt, stb. Az a bölcsességnek a szimbóluma. Az idős ember élettapasztalattal rendelkezik, tehát ez a bölcsességnek a képéről van szó, nyilván Isten időtlen ebben az értelemben. Haja, mint a tiszta gyapjú, trónja, mint a tűznek a lángi, vagy a tűz, az ítéletnek a képe. A trón kerekei, mint izzó parázs, tűzfolyam indult előle, ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak a trónja előtt a parancsát várva. Ugyanezt köszön majd a jelenések könyvébe vissza. Ítélethozatalhoz készültek, és kinyitották a könyvtekercseket. Ez az első látomás. Figyeltem, hogy mi fog történni, mert az a kis szarv nagyon elbizakodott hangon szólt. Akkor láttam, hogy a negyedik vadállatot megölték, a testét elpusztították, és lángoló tűzben elégették. A másik három vadállattól is elvették a hatalmukat, de meghatározott ideig még életben hagyták őket. Tehát most megint ugye a látomás a földi síkra, a birodalmakra jön vissza. Azután ezt láttam az éjjeli látomásban, az ég felhőjén közeledett valaki, ember fiához hasonló. Az öregkorúhoz jött, trónja elé vezették. Akkor az ember fiához hasonló uralmat, dicsőséget és királyságot kapott, hogy minden nép, nemzet és nyelv szolgálja őt. Uralma örökké tart, nem lesz vége soha, királysága elpusztíthatatlan, mert örök. Hát ez az ember fia, akiről szó van. Ugye jelenet ez, hogy lent a birodalmak jönnek, mennek, megjelenik az Antikrisztus, miközben az Antikrisztus azzal van elfoglalva, hogy össze-vissza nagyokat mondjon, hazudjon, és az emberek őt követik ámulva, addig a mennyben, miközben ő éppen a
hatalma delelőjére ér, addig a mennyben szépen leteszik a trónokat, és oda leülnek a bírák, és hozzá készülnek az ítélethez. És amikor eléri az ítélet azt a pontot, amikor jön az isteni beavatkozás, akkor hirtelen megjelenik ez a bizonyos emberfia, és ő neki adják át az ítéletnek a jogát, és ő az, aki utána ítél, és ezzel az ember fiáról megtudjuk, hogy ő az uraknak az ura, a királyoknak a királya, és ő az, akinek az uralma és a királysága örökké fennáll és örökké megmaradnak. Erre az ember fiára utalt Jézus, és minden alkalom, amikor azt mondta, hogy az ember fia, akkor azt értette alatta, amit meg van írva, hogy uralmat, dicsőséget és királyságot kapott, minden nép és minden nemzet és nyelv őt szolgálja, uralma örökké tart, nem lesz vége soha, királya elpusztíthatatlan, mert örök. Hát nem csak a zsidóság felett kap uralmat, hanem minden nép, nyelv és minden nemzet fölött. Az egész világ fölött. Ez az ember fia. És Jézus ezt mondja ebben a bizonyos küldetés nyilatkozatban a János 5-ben, és hatalmat adott neki az atya az ítélettételre, mivel hogy ő az ember fia. Tehát azt mondja, én vagyok az ember fia, aki a Dániel könyvében le van írva, és ezért én fogom az ítéletet gyakorolni. Oké. Nézzük akkor a C pontunkat, a mártíroknak az ítéletét. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert például a 12 apostolához Jézus az utolsó vacsora alkalmával odafordul és azt mondja nekik, bizony mondom nektek, hogy ti, akik követtetek engem az újjászületéskor, ez alatt most nem a szellemi újjászületést értem, hanem Izrael nemzetének az újjászületését, az 1000 éves királyságnak a kezdetét, amikor az embernek a fia beül az ő dicsőségének a királyi székébe, hogy elfoglalja Dávid trónját, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítéltek az Izrael 12 nemzetségét. Tehát pontosan ezt ígéri nekik, hogy fel fogtok támadni Jézussal együtt, és uralkodni fogtok az 1000 éves királyságban vele együtt. Ugye a Jelenések 20-ban is ezt olvastuk, a mártiroktól éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. A 2 Tesszalonikai 1.6 pedig azt mondja, mert igazságos dolog az az Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, akik titeket szorongatnak. És ebben van egy nagyon fontos igazság, nevezetesen az, hogy ők Izrael 12 törzsét fogják ítélni. Miért érdekes ez? Azért, mert tulajdonképpen ugye azok, akik elutasítják őket, azok fölött kell majd uralkodniuk, és azok fölött kell az uralmat gyakorolni. Mivel Jézus kiküldi a tanítványait, és az üzenetet rájuk bízza, akkor nagyon kemény dolgokat mond nekik, később majd az ítélet kapcsán olvasunk erről. Ilyeneket mond, hogy aki nem hallgat rátok, annak a városnak, aki nem fogad be benneteket, meg elüldöz benneteket, rosszabb dolga lesz az ítélet a napján, mint Szodomának és Gomorának. Ez nagyon kemény, hogy belegondoltok. Tehát nagyobb bűn az evangélium hirdetőinek az elutasítása, mint amit Szodoma és Gomorra tett. Ez kemény azért. Nagyon nagy méltóságra méltatja Isten azokat az embereket, akikre az üzenetét rábízza. Az is igaz, hogy nem értetek a Gyevi bírónak a nevében megyünk, vagy valami földi uralkodócskának, hanem a mindenható, az örökké való Isten az, akinek a szolgálatában lehet, és ez az ő üzenete, nem a miénk. Oké. Jó, ugye mondtam itt, hogy Jézus két példázatot mondott az ítéletről, az olajfák hegyi beszéd után, ez a kecskék és a juhoknak az ítélete, és itt nagyon fontos dolog, hogy ugye azt mondja, hogyha megtettétek a legkisebbre a testvéreink közül, vagy ha nem tettétek meg a legkisebbre a testvéreink közül. Tehát igazán az, hogy mi Jézushoz hogy viszonyulunk, mi mutatja meg? Nem igazán az, amikor mi vele együtt vagyunk az ima szobánkba, és nagyon szeretjük őt, mikor betölt a Szentlélek, amikor nagyon dicsérjük, meg nem tudom, hogy micsoda, hanem hogy hogyan viszonyulunk azokhoz, akik az övéi. Tehát az Isten irántunk Isten iránti szeretetünknek az egyik legfontosabb mércéje, hogy hogyan bánunk azokkal, akik az Istenéi. Ez sokszor az emberek szem elől tévesztik, mert igazán, ha tudni akarod, hogy te hogy állsz az Úrral, akkor meg kell nézned, hogy hogy állsz a testvérekkel, hogy bánsz a testvérekkel. És hát ez, mondta nekem egy atyámfia, hogy hát én az Úrral nagyon jól ellennék, de ez a többi keresztény, ez nagyon zavar. Tehát ez egy nagyon nehezen kibírható. De hát pontosan ez a dolognak a lényeg, a legkisebbel.
A másik példázat a talentumos szolgákról szól, és ott ugye a gazda elmegy, mindenét szétosztja, ami van a szolgái között, és ott az egy talentumos elássa. Ugye a példázatnak mi a lényege, hogy haszonra adatik, amit van. A talentumos mérás el, nem akar kockázatot vállalni. Azt mondja, hogy elásom, nem nyerek, igaz, nem is veszíthetek. Mert ha elkezdem forgatni, akkor elképzelhető, hogy netán esetleg bukok az üzleten, és akkor kevesebb, visszajön az úr, akkor kevesebbet azt mondom, hogy egy talentumot adtál, de már csak fél talentum maradt. És hát, hogy ezt elkerüljem, ezért inkább annak a lehetőségét is kizárom az életem, hogy esetleg nyerek. És ugye mit mond a gazda neki, hogy hát akkor legalább egy biztos helyre oda kellett volna, tehát a legkisebb kockázattal kellett volna kamatoztatnod a dolgot, ha ennyire kockázatkerülő vagy, de az, hogy nem kezdesz vele semmit, hogy elástad, hát én nem azért adtam neked oda, hogy azt elássad, hanem azért adtam oda, hogy gyümölcsöt terem, hogy hasznos legyél. Ugye ez a két példázat, ami az ítéletről szól, a kecskék jók a nemzetek ítéletéről, a talentumos szolga pedig a hívőknek az ítéletéről és annak az alapelvéről. Tehát Isten adott nekünk talentumokat, és azt akarja, hogy azt haszonra forgassuk és használjunk ezekkel a dolgokkal. Jó. Ez tehát az első nagy csomópont, Jézus visszatérése és az örnéves királyság kezdete. Elmúlik az 1000 év, lemegy a magunk lázadás, és elérkezünk a harmadik nagy csomóponthoz, ez pedig az utolsó ítélet, vagy a végső ítélet. Ez a harmadik pontunk. Ezt a Biblia úgy hívja, hogy az ítélet napja. Sok ige van ezzel kapcsolatban, néhányat ide írtam ehhez a ponthoz. Máté 10 és 11 azt mondja, bizony mondom néktek, az ítélet napján könnyebb lesz Szodoma és Gomora földjének a dolga, mint annak a városnak, amelyik elutasít benneteket, amikor az üzenetet viszitek. Tehát megint nem ti vagytok fontosak, hanem azért utasítanak el benneteket, mert azt az üzenetet viszitek, ami az evangélium. Tehát valójában nem titeket utasítanak el, hanem az üzenetet. Aki befogad titeket, azt fogadja be, aki elküldött, és aki nem fogad be titeket, azt nem fogadja be, aki benneteket elküldött. Tehát mi követségben járunk, nem mi találtuk ki az üzenetet, nem önmagunkat hirdetjük az embereknek, hanem Jézus Krisztust és az Atyának az üzenetét, hogy Jézus adta, megváltó, ezt hirdetjük az embereknek, és bizony nagyon kemény igéket mond, ez ugye többször is előfordul, három különböző helyen is előfordul a Bibliában. Azt mondja, hogy az ítélet napjáról azt mondja a Zsidó 10:27, hogy azok az emberek, akik elutasították az evangéliumot, azoknak az embereknek nem marad más, hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek a lángja, amely megemészti az ellenszegülőket. Tehát fontos látni, hogy amikor valaki meghal, és lekerül a Seolba, lekerül a pokolba, akkor ő tisztában van azzal, hogy ítélet elé fog állni. Ez kicsit olyan, mint az előzetesben lenni, hogy az ember tudja, hogy vétkezett, tudja, hogy büntetés vár rá, és ott ücsörög az előzetesben, és várja, hogy mikor lesz a tárgyalás, és mikor mondják ki ezt az ítéletet. Tehát csak az ítéletnek valami rettenetes várása van. Oké, 2 Péter 3.7 azt mondja, és ez egy nagyon fontos ige, hogy a mostani egek és a mostani föld ugyanazon szó által megkíméltetnek a tűznek tartott fán fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának a napjára. Ugye az özönvízről beszél, hogy az özönvízben a víz által a föld megmenekült, megtisztult, és Noé túlélte, és ugyanaz a szó, ami azt mondta a vizeknek, hogy múljanak el, de a szó azt mondta, hogy egykor majd tűzözönnel fog a föld elpusztulni az istentelenek emberek romlásának a napján. Tehát az ítélet és a tűz ugye itt is összekapcsolódnak egymással. Aztán az 1 Korintus 5.13 azt mondja, hogy nem az a dolgotok, hogy a kívülvalókat, tehát a nem hívőket ítélgessétek, a kívülvalókat pedig majd az Isten ítéli meg. A ti dolgotok az, hogy magatok közül vessétek ki a gonosztárt. Nekünk nem az a dolgunk, hogy összegyűjjünk és elmondjuk, hogy ezek a pogányok, de istentelenek, oda bűnösök, stb. Nem az a dolgunk, hogy őket ítélgessük, meg ő felettük ítéletet tartsuk, hanem mi a dolgunk, hogy saját magunkra nézve, és saját közösségünkre nézve tartsuk meg az Istennek az igéjét. Szóval van egy érdekes dolog, a Máté 12:36, ami azt mondja, minden hivalkodó vagy hiába való beszédért, vagy hiú beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítéletnek a napján. Tehát nem csak a tetteink számítanak tetteknek, hanem a beszédünk is. Mit ért hiába való vagy hivalkodó beszéd alatt?
gyakorlatilag azt, amikor jön az evangélium, jön az Isten igazsága egy emberhez, és ő erre azt mondja, hogy ugyan már adjuk már lesz, hagyjál már békén, ne üzelje. Na, ezek azok a beszédek, amikkel ő elhárítja az evangéliumot, elhárítja az igazságot, amivel felmenti a tulajdon lelkiismeretét, amivel visszautasítja a felkínált kegyelmet, ezek azok a hivatkozó beszédek, amikről számot kell adni. Mert ilyenkor mondanak valamit az emberek. Tehát ha hallják az evangéliumot, akkor valahogy reagálnak rá, és ha nem megtéréssel reagálnak, akkor valamit mondaniuk kell. És ezek azok a beszédek, amik ellenük tanúskodnak az ítélet napján. Aztán az 1 Péter 4:5 azt mondja, hogy a pogányok, akik most üldöznek benneteket, számot fognak adni majd annak, aki készen áll megítélni élőket és holtakat. Mit ért ez alatt? Hogy nem csak az élők fölött gyakorol ítéletet, hanem a halottak is fel fognak támadni, és számot kell majd adniuk az igaz bíróval. 2 Péter 2:9 pedig azt mondja, hogy az Úr meg tudja szabadítani a kegyekeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fent tudja tartani. Itt is miről van szó? Az ítélet napjáról. Erről a harmadik korszakáról az ítéletnek. Érdekes, bennünket viszonylag kevésbé érint, de a bukott szellemi lények ítélete is ekkor történik meg. Vagyis a bukott szellemi lények ebben a korszakban el vannak különülve az emberektől. Az alsó világban két rész van, az egyik a mélység, a bukott szellemi lények töblöce, és van a pokol, ami az elkározott lelkeknek a töblöce. De ez a kettő meg fog szűnni, és mindenki szépen a gyermában lesz. Tehát a gyerna nyer el minden olyan dolgot, ami most még ekkor külön van. És a kecskék és jók ítéletéről is Jézus azt mondja, hogy ugye a kecskéknek, akik a legkisebbel nem tették meg, azt mondja, hogy távozzatok, ti átkozottak az örök tűzre, ami az ördögnek és az ő angyalainak készítetett. Ugye ez a gyehenna, amit második halálnak hív a Biblia. Vagyis kinek készítetett ez az örök tűz? Az ördögnek és az ő angyalainak. Isten soha nem tervezte, hogy a gyehennába emberek legyenek. De azok az emberek, akik nem szabítják el magukat az ördögtől, azok az ördög sorsában is osztozni fognak. Az evangélium pont azt a kegyelmet kínálja fel minden embernek, hogy elszakítsa magát a hazugság atyától, elszakítsa magát az embergyilkostól, elszakítsa magát a hazugtól, és átálljon, visszaálljon Istennek az oldalára, ahova eredetileg is tartozik. Oké. Okay. Jó, tehát még egyszer a három szakasz, hogy az első már mögöttünk van, Jézus feltámadásakor, a másik Jézus visszatérésekor, ez ugye az egyház elragadtatását, a holtakat és az élőket jelenti, illetve a mártíroknak a feltámadását. És utána pedig a harmadik szakasz, ez az éves királyság után, a végén, ez az utolsó ítélet, a nagy fehér trón előtt, amikor mindenki, aki addig nem támad fel, megítéltetik, és a szellemi lények ítélete is ekkor fog megtörténni. Például ilyeneket mond az írás, hogy az özönvíz előtt voltak angyalok, akik elhagyták a helyüket, és ezeket Isten a mélységben, mint tömlőcben tartja, az ítéletnek a napjára. Tehát abban az időben, mikor az emberek megítéltetnek, ugyanakkor ezek a bukott szellemek is megítéltetnek, és mindenki megy a kénkővel égő, tüzes szurok mocsárba, ami a gyehenna, ami a második halál. Jól van. Van ezzel kapcsolatban kérdés? Mert tudom, rengeteg kérdés van itt a részleteket illetően, de most világos, hogy a feltámadásnak ez a három nagy csomópontja van, ezekben is vannak ugye a részek, a szakaszok, és ebből ugye egy már mögöttünk van, kettő pedig még előttünk áll, és ez miként hogyan van, akkor ez most világos. Nincs ezzel kapcsolatban kérdés, mehetünk tovább. Jó, most nagyon fontos dolog, ugye az üdvösség és a kárhozatnak a kérdése, és ezért szeretném, hogyha odalapoznánk a Róma 2-höz. Ugye a Róma 2 beszél erről a kérdéskörről, és itt vannak rögzítve az ítéletnek fontos alapelemei, alapelmei. Most az 5. verstől olvasnám az igét. Itt azt hiszem kiírtam a vázlatban. Igen.
ki is emeltem a fontos dolgokat. Olvasom is a vázlatba az 5. verstől. Mivel azonban megmakacsolod magad, ugye Isten jósága téged megtérésre kéne, hogy indítson, de te megmakacsolod magad, a szíved nem akar megváltozni, és ezért Isten haragját gyűjtöd a fejedre. Ez pedig majd a harag napján mutatkozik meg, amikor Isten igazságos ítéleteit mindenki meglátja. Tehát Isten igazságosan fog ítélni. Isten ugyanis mindenkit a tettei szerint jutalmaz, vagy büntet meg. Itt is ugyanazt látjuk, mi szerint van a jutalom, vagy a büntetés. Cselekedetek szerint. Így van. Örök életet ad azoknak, és most akkor itt nézzük meg, hogy kiknek ad örök életet. Akik kitartóan törekednek jót tenni. Tehát nem csak úgy hébe-hóba, hanem kitartóan, álhatatosan törekszenek a jóra. Mire kell még álhatatosan törekedniük? Dicsőséget, tisztességet és romolhatatlan életet keresnek. Tehát az életük mire irányul, hogy tegyék a jót, mert dicsőséget, Istentől jövő dicsőséget, Istentől jövő tisztességet és romolhatatlan életet, az örök életet keresik. Tehát ez az életük vezérfonala, ez motiválja őket, ez a cél lebeg a szemük előtt, így élnek. És következetesen, állhatatosan cselekszik azt, ami jó, amit az Isten igéje helyesnek és jónak mond. A másik oldal viszont így szól a 8. versben, akik viszont önzők, nem engedelmeskednek az igazságnak, sőt, szolgálják az igazságtalanságot, azok pedig Isten haragjával fognak találkozni. Most amit szeretnék ebből mindenképpen leszűrni, hogy ez nem egy ilyen egyszeri aktus. Ezt azért mondom el, mert az ítélettel kapcsolatban általában két szélsőséges nézet van. Az egyik, amit úgy hívnak, hogy az örök biztonságtana, ha már egyszer megtértél, el nem kárhozhatsz. A Biblia azért mond dolgokat, hogy akik kijöttek Egyiptomból, azok a pusztában mindenvesztek, Józsuét és Kálebot kivéve, és tovább. Szóval azért vannak a Bibliában ezzel kapcsolatban fenyegetések. A másik szélsőség meg az örök bizonytalanságnak a tana, egyetlen bűn is már kilök téged a kározatból, ezért naponta, vagy az üdvösségbe és a kározatba, az szerint, hogy hova billentél, minden másodperc. Sose tudhatod biztosan, csak ha mindig bűnvallást teszel, meg vizsgálgatod magad. Nyilván ez is így nem lehet élni, tehát a Pál apostol szörnyű bűnöket olvas a korintusiak fejére, de mégis azt mondja, hogy ti Krisztusban vagytok, szentek vagytok, szeretettek vagytok, ki vagytok választva az örök életre, stb. Tehát egy pillanatig nem kételkedik az üdvösségük felől, de azért elmondja, hogy hát azért paráználkodtok, de még némelyek nem is hisztek a feltámadásba, stb. Ezzel tulajdonképpen borzalmas dolgokat olvas a fejükre, de az üdvösségüket nem kérdőjelezi meg. Miért? Azért, mert itt világosan kiderül, hogy az üdvösség és a kározat nem egy egyszeri cselekedet abban az értelemben, hogy nyilván, amikor az ember megtér és újjászületik, átmegy a halálból az életbe. De utána ezen a kősziklán, ahogy olvastuk, is építkezik. Tehát éli az életét is, valami, és teszi a dolgait. És amikor Isten felé tart, az igazság útján van egy ellenség, az ördög, aki akadályokat gördít az útjában. Mindenfélét kitalál, hogy te ne menjél tovább, ne tudjál az Isten útján tovább menni. Remek ötletei vannak, már régóta csinálja, és meglehetősen rafinált. Jézusnál is mi volt? Elment, megkeresztelkedett, rászállt a Szentlélek, és mi volt az első dolog a pusztában? Jött az ördög, és megpróbálta félre siklatni, megkísérteni, ugye a váltókat úgy állítani, hogy ne arra haladjon, amire haladnia kellene. Az a mi életünkben is így van. De Jézus azt mondta, hogy távozz tőlem, Sátán, hogy kerülj meg. Mindig újból és újból legyőzte ezeket a kísértéseket, és újból a hitet választotta, az Isten szeretetét választotta, nem akart az Isten imádásától elszakadni, a világi hatalom, meg a világi pénz, meg a világi dicsőség, stb. Tehát újból és újból döntött amellett, hogy ő Isten szolgálja. És ezért, mikor te megfordulsz, és Isten felé elkezdesz elindulni, akkor az ördög még megpróbál téged visszahúzni. A régi bűneiddel, a régi dolgaiddal, akkor már attól megtisztultál, akkor kitalál újabb dolgokat, akkor látja, hogy mik a motivációid, akkor megpróbálja azokat a motivációkat valahogy megmanipulálni, és mindenféle akadályokat tesz az utadba. De te az Úrra tudsz támaszkodni, és amikor átmész egy ilyen akadályon, mindig erősebbé, és még erősebbé teszed az üdvösségedet és a kiválasztásodat. Ez a dolognak a lényege. És miután átmész ezen az akadálypályán, ennek a végén Isten azt mondja, jól van, jó szolgám, lesz itt a korona, és menj be a te uradnak a dicsőségébe. Ugyanígy a kározat útja sem rögöktől mentes.
Tehát nem úgy van, hogy talán valaki rosszul döntött, vagy egyszer mit tudom én, mit csinált. Mert mit olvasunk itt? Ez ugye először is önmagának élt. Önző volt, ez az első bűne, ugye a három dolgot mond itt. Egy önmagának élt. Önző volt. Önmagánál nagyobbat nem talált élet célnak. A másik dolog pedig, amit mond, nem engedelmeskedett az igazságra. De ez is még csak az első fele a kározatnak, a másik fele az, hogy viszont örömmel engedelmeskedett a hamisságra. Tehát nem csak arról van szó, hogy sehogy se akarta az igazságot elfogadni, hanem arról is szó van, hogy de a hazugságot, de amikor gonoszt kellett tenni, de amikor rossz dolgot, akkor azt viszont örömmel elfogadta. Tehát amilyen nehezen nem fogadta el az igazságot, vagy akarta befogadni az igazságot, olyan könnyen elfogadta mindazt, ami hazugság és rossz dolog. Tehát az üdvösségnek is, a kározatnak is egy útja van. És amikor az emberek a kározat felé haladnak, akkor meg Isten tesz az ő útjukba akadályokat. És ezeknek az embereknek át kell küzdeniük magukat az Isten által felállított akadályokon, utakon. Mondok egy példát, Káin és Ábel. Ott volt Ábel, és Ábel egy ilyen akadály volt Káin számára. És valahányszor Káin találkozott Ábellel, mindig arra emlékezett, hogy Ábelt elfogadta az Isten, engem még nem fogadott el az Isten. És ez Káin nem arra indította, hogy megtérje, vagy megkérdezze Ábelt, hogy Ábel, hát taníts már meg, hogy hogyan vannak ezek a dolgok, pedig az Isten őt erre figyelmeztette, hanem egy idő után azt mondta, hogy eltüntetem már ezt a csávót a szememben. És megölte. És ugyanígy azok az emberek, akik végül kározatra jutnak, azok azért jutnak kározatra, mert újból és újból elutasították az igazságot, viszont újból és újból örömmel és készségesen engedelmeskedtek minden gonoszságnak és minden hazugságnak. Jó? Tehát az üdvösség is egy út eredménye, és a kározat is egy út eredménye. Megtérés azt jelenti, hogy a kározat felé vezető úton az ember megfordul. És a jó hírem az az, hogyha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Az üdvösség felé vezető úton Isten bennünket tol, az ördög pedig fékez. De azért ez nem kétséges, hogy kettejük közül ki a nagyobb. Igaz? Tehát ezért mi nagyon jó esélyekkel vágunk neki ennek a pályának, mert ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. A másik úton viszont az ördögtől és Isten az, aki fékez. Ez is egy jó hír, mert az Úr azért sok mindent meg tud tenni, hogy az embereket a megtérésre el tudja juttatni. De az az ember, aki következetesen újból és újból átküzdi magát az Isten előtt a kározatba vezető úton felállított akadályokon és barikádokon, az az ember el is fog jutni a kározatra. Oké. Nézzük tovább. Nyomorúság, mondja a 9. vers, és szenvedés lesz a sorsa mindenkinek, aki gonoszságot művel, először zsidónak, aztán pagánynak. Görögnek, ugye mondja az eredeti. Akik viszont jót tesznek, azok dicsőséget, tisztességet és békességet nyernek. Ez lesz a sorsa először a zsidónak, azután a többi népnek is, tehát zsidónak először, és azután pedig görögnek. És itt van egy nagyon fontos mondat, mert az Isten nem személyválogató. Tehát az örök ítéletkor oda fog állni valaki, igen, loptam, csaltam, hazudtam, de zsidó vagyok. Fog ez valakit érdekelni? Nem. De én pap vagyok. Fog ez valakit érdekelni? Nem. Mi lesz az érdekes? Így van. Jót tettél, vagy rosszat tettél. Ez lesz az érdekes. Én az autónom gyülekezetbe jártam, ott mentem Isten. Fog ez valakit érdekelni, ha gonoszt teszek? Nem. Tehát nem ez számít, hanem mi számít. Az, hogy azért vagy annak ellenére, hogy te ki voltál, meg hova jártál, meg mit csináltál, az igazságot cselekedted, vagy nem az igazságot. Isteneket szőletet éltél, vagy pedig nem. Ezt jelenti ez, hogy személyválogatás nélkül. Tehát Isten nincsenek kedvencei, amikor az ítéletről van szó. Oké. Jutott, de van még három vers, amit hangsúlyoz az ige, és azt mondja, hogy mert nem az az igaz az Isten előtt, aki ismeri a Bibliát, hanem az, aki az alapján él és cselekszik. Ugye Jézus azt mondja, hogy aki csak hallja, de nem teszi, az homokra építi a házát. Aki pedig hallja és cselekszi, az kősziklára építi a házát. Mind a kettő hallja, csak az egyik azért hallgatja, hogy meg is tegye. A másik pedig azért hallgatja, mert hallgatja. És tudja, de mégsem teszi. És ezzel az a baj, hogy a tudása a végén inkább bűnül fog neki tulajdonítatni. Oké, tehát a hitnek is kell, hogy cselekedete legyen, és ugye Galata levél is azt mondja, hogy a szeretet által motivált cselekvő hit az, ami Isten előtt számít. És sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit, tehát
az emberek és az Isten iránti szeretet az, ami a motivum, és a hit, mégpedig a cselekvő hit, az, amiből a cselekedetek származnak, és ami kedvessé teszi az életünket Isten előtt. A 17 versben meg a lelkiismeret és a gondolatok harca van. Ugye ez azt jelenti, hogy minden embernek van lelkiismerete, és néha lelkiismerete vádolja, és a gondolatai felmentik. Hát nagyon sok ember tudja jól, hogy mi volna helyes, de megmagyarázza, hogy miért nem csinálja. Ugye addig okoskodik, hogy mégsem kecsel. De van néha, hogy fordítva van, hogy a lelkiismerete működik rosszul, és de aztán az elméjével felülbírja, és hát ezt mégse kéne. Valami rosszra indít ugye a szíved, és akkor az ember azt mondja, hogy nem, ezt nem tehetem meg, ezt nem csinálom. Az elméje felülbírálja. Most a jó nyilván az, amikor a lelkiismerete, tehát a szívének az indulata és az elméjének a gondolatai egy irányba mutatnak. Igaz? Mert akkor lesz békesség, akkor nem lesz belső harc. Na most, hogyha ez a rossz, ez az egy irány, ez a rossz irány, tehát a lelkiismeret és a gonoszra viszi, és meg is ideologizálja, hogy miért jó az, ami rossz, akkor ez nyilván rossz dolgokat fog eredményezni. De hogyha a jó irányba mutatnak, akkor az pedig jó dolgot fog eredményezni, mert a teljes hitet a Biblia úgy írja le, hogy a szívnek és az értelemnek a meggyőződése. Tehát a lelkiismeret is és a gondolatok is támogatják egymást a jónak a véghez vitelében, ez az, amit a Biblia úgy hív, hogy a teljes hit. Van, hogy csak a szívünkkel hiszünk, és az elménk háborog, van, hogy az elménkkel hiszünk, és a szívünk nem akarja, de a legjobb az, amikor a szívünk is meg van győződve, az elménk is meg van győződve, és így tudjuk Istent követni. Oké. Utána azt mondja a 16. vers, azonban mindezek a dolgok, mármint hogy a lelkiismeretben és a gondolatban mi van, és milyen harc van a lelkiismeretben és a gondolatokban, mindezek nyilvánvalóvá lesznek azon a napon, amikor Isten meg fogja ítélni az emberek rejtett gondolatait Jézus Krisztus által. Ez is része az örömhírnek, amit én hirdetek. Tehát az ítélet, hogy van üdvösség és van kározat, ez része az örömhírnek. Tehát igenis, az örök ítélet, az, hogy Krisztus ítélni fog, hogy Isten ítélni fog, hogy van üdvösség és hogy van kározat, ez része az evangéliumnak. Ezt nem lehet az evangéliumból kiradírozni, ez is része az evangéliumnak. A másik, amit ugye ebben a mondatban nagyon fontos, hogy napvilágra hozza Isten az emberek rejtett gondolatait is. Tehát nem csak a beszéd, nem csak a tettek lesznek világosak, hanem az is, hogy ki miért tette, és azt micsoda belső vívódás előzte meg. Legyőzte a jót, a belső vívódás az igazságért volt, vagy pedig a halogatásért volt, vagy a mulasztásért volt, vagy rossz dologért volt. Mindezek a dolgok, az egész belső harc, amit az ember belül megharcol, mielőtt valamit tesz vagy nem tesz, ezek is mind nyilvánvalóvá válnak. Egyértelműen lesznek az ítéletnek a lapján. Istennek, ha röviden össze kell foglalni, nem tudunk hazudni. Ő a szívek vizsgálója, mindent tud rólunk, nem tudjuk őt átverni, és mondom, az ítélet olyan lesz, hogy nem csak az lesz nyilvánvaló, hogy mit tettünk, hanem az is nyilvánvalóvá lesz, hogy miért tettük. Mi motivált bennünket. Jó. Akkor foglaljuk össze az ítélet alapelveit. Ad egy. Az ítélet egyedül Isten hatóköre. Tehát nem ülhetünk be mi a bírói székbe, nem ítélhetjük az ember társainkat, a cselekedeteiket hozzámérhetjük az igéhez, ez nem számít ilyen értelemben vett ítéletnek, de az ítélet egyedül Isten hatóköre. Miért? Ad egy. Azért, mert Isten mindent tud, mi pedig csak rész szerint ismerik a dolgokat. Ad kettő. Isten a szíveket vizsgálja, tehát az egészet teljes egészében látja az egész történetet. A harmadik az, hogy Isten igazságos. És hát van még egy negyedik ok is, az, hogy Isten mindenek alkotója és mindeneknek a teremtője, így egyedül ő alkalmas arra, hogy ítéletet gyakoroljon. A Timóteus levélben azt írja Pál apostol, megáll az Isten erős fundamentuma, aminek ez a pecsétje, ismeri az Úr az övéit, és álljon el a hamisságtól mindenki, aki a Krisztus nevét vallja. Tehát két dologból áll ez a fundamentum. Az egyik egy láthatatlan dolog, az, hogy ki tartozik Istenhez. Isten tudja, hogy ki az övé. Hát Isten nem kell arról felvilágosítani, hogy ki az övé. Ő pontosan tudja, ki az övé, és ki nem az övé. Jézus is pontosan tudta, hogy ki az, aki hozzátartozik, és ki az, aki nem tartozik hozzá. Igaz, Júdásról tudta kezdettől fogva, hogy nem az övé. Pontosan tudta. Most is ez ugyanígy van. Mi nem tudjuk. A cselekedetekből, a beszédből, a viselkedésből azt tudjuk mondani, igen, ez az ember úgy viselkedik, mint aki ilyeneket tudunk mondani. De Isten pontosan tudja, hogy ki az övé. Jó, azért mi sem vagyunk teljesen tudatlanok, tehát egy embernek a
az életéről sok minden. De azért meg is lehet tanulni keresztények között, hogy kell beszélni, viselkedni, sok mindent, tehát át lehet embereket riblizni, de Isten nem lehet átvágni ezen a területen. Ezt tehát nem tudjuk megmondani, hogy ki az, aki üdvözül, ki az, aki nem üdvözül, ez Isten hatókörre, nem is a mi dolgunk. De a másik része viszont látható, hogy aki viszont azt mondja, hogy ő az Istené, az tartsa magát távol a gonosztól. Tehát ha valaki azt mondja, hogy én az Istené vagyok, akkor azt bizonyítsa azt, hogy ő az Istené, azzal, hogy távol tartja magát mindentől, ami Isten előtt nem kedves. Ez viszont látható. Megtehető és csinálható. Oké. A következő, hogy Isten tehát a cselekedetek, a beszéd szerint ítél. A harmadik, hogy a motivumaink is világosak lesznek, tehát nem csak az, hogy mit tettünk, nem csak az, hogy mit mondtunk, hanem az is világos lesz, hogy miért tettük és miért mondtuk, és azt milyen belső vívódás előzte meg. Ugye az 1 Korintus 4.5 azt mondja, idő előtt semmit se ítéljetek, amíg el nem jön az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétség titkait, másrészt megjelenti a szívek tanácsait, és akkor mindenkinek az Istentől lesz dicsérete. Tehát mit csinál Isten? Egyrészt világosságra hozza a sötétség titkait, tehát mindaz, ami most az emberek ellepleznek, nyilvánvaló lesz, és megjelenti a szívek tanácsait. Tehát pontosan lehet azt is tudni, hogy az emberek szívében mi zajlik. Mi van a cselekedeteik mögött a mélyében. A negyedik fontos elv pedig, hogy Isten személy válogatás nélkül ítél, a már idézett 1 Péter 1 azt mondja, és ha atyának hívjátok őt, aki személy válogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét. Tehát mi szerint? Cselekedete szerint, hogy itt is azon tettek, cselekedetek szerint lesz az ítélet, és azt mondja, hogy félelemmel töltsétek a jövevénységetek idejét. Mit akar ezzel mondani? Hogy az örök ítéletre tekintettel éljétek az életeteket, ne valami emberi ítélet naphoz szabjátok magatokat, hogy X-nek, Y-nak, kormánynak, pártnak, embernek, házmesternek, feleségnek, fénynek, apósnak, anyósnak, mit amink akarjatok tetszeni, hanem az legyen az életetek vezérfonala, hogy az örök ítéletkor az Úr azt mondja nektek, hogy jól van, ez helyes, ez jó. Ez az egyetlen igazán fontos és követendő mérce. Jézus ezt be is mutatta, ő mindig azt tette, hogy az Atya előtt kedves. Jól van. Hogy azért, hogy az ítélet ne érjen bennünket készületlenül, ezért Isten ad nekünk egy tükröt. És ez a tükör, ez nem más, mint az ige. És ezért tulajdonképpen minden egyes ige hirdetés, beleértve ezt a mait is, egy kis örök ítélet. Hogy egy szegmensét az igének Isten adja nekünk, és az ige hirdetés tükröt tesz elénk, és megnézhetjük magunkat ebben a tükörben. És azt mondja az írás, hogy ne legyünk feledékeny hallgatók. Amit ott láttunk, azt szívleljük meg, ha változtatni kell, változtassunk. És ne csináljuk úgy, mintha ez nem számítana, mert számít. És azt mondja Jakab, hogy úgy beszéljetek, és úgy éljetek, vagy cselekedjetek, hogy titeket a szabadság törvénye fog megítélni. Ez megint egy nagyon érdekes kérdés. Mi az, hogy a szabadság törvénye? Ugye Pál apostol megkérdezik, mit szabad, mit nem. Pál pedig azt mondja, hogy nem az a jó kérdés, hogy mit szabad, mit nem, hanem az a jó kérdés, hogy mi használ, vagy mi nem használ. Az Új Szövetség nem ezt a kérdést teszi fel, hogy mit szabad, és mit nem szabad. Minden szabad. Ez a szabadság törvénye. De nem minden használ. Tehát a jó kérdés nem az, hogy mit szabad, mit nem, hanem a jó kérdés az, mi az, ami épít, mi az, ami használ, mi az, ami előre visz, mi az, ami közelebb visz Istenhez. Ha ezt a kérdést teszed fel, és azt jól megválaszolod, és azt szerint élsz, akkor baj téged érni nem érhet. Ha megpróbálod ezt ugye törvény szerint tenni ezt a dolgot, akkor az viszont zsákutcához fog vezetni. Vagyis szabadok vagyunk arra, hogy tegyük a jót. Hogy a bűn hatalma alatt élő ember nem szabad arra, hogy tegye a jót. A bűn hatalma alatt élő ember nem szabad arra, hogy ne öljön, hogy ne lopjon, hogy ne paráználkodjon, hogy ne tegye hamis tanúbizonyságot, hogy ne kívánja, nem szabad rá, nem tudja megtenni. Isten bennünket megszabadított, mi szabadok vagyunk, mi választhatunk. És Isten azt akarja, hogy választjuk a jót. Mert ez a dolognak a lényege, hogy az ítélet azért jön az életünkben, mert felelősek vagyunk a tetteért. Van választásunk. Azt az embert, akinek nincs választása, azt nem lehet elítélni a tetteiért. De akinek van választása, az felelős a tetteiért, és a tetteinek a következményeiért. Isten pedig azt mondja, és ugye ez a szabad akaratnak a törvénye, én eléd adtam a jót és a rosszat, eléd adtam az életet és a halált, de azért tettem ezt, hogy te válaszd a jót, és válaszd az életet. Tehát Isten
választásra hív bennünket, nekünk kell dönteni, nekünk kell választani, sokszor egy nap, akár többször is döntenünk, és többször is választanunk kell, vannak nagy és nehéz döntések az életünkben, és vannak kisebb és egyszerűbb döntések az életünkben, de döntenünk kell, választanunk kell, és a Isten félelemben, Istenre nézve és a hit törvénye szerint döntünk és választunk, annak az eredménye az lesz, hogy Isten dicsőségéből egyre inkább és inkább részesedni fogunk. Jó. Na, hát ez a feltámadás és az ítéletnek a dolga és az ítéletnek az alapelvei. És hát tulajdonképpen még van az a téma, hogy hát itt sok félreértés van ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Viszont ugye elértük a bűvös 8 órás határt. Ezért én azt javasolnám, mivel ez egy nagy és nehéz téma, hogy a jövő csütörtökön térjünk vissza ezekre a tévtanításokra, amik itt fel vannak sorolva az ítélettel, meg a feltámadással kapcsolatban. Jó, mert ahogy ezeket átveszünk, egy picit át is ismételjük azokat az alapelveket, amik a test feltámadásával és az örök ítélettel kapcsolatosak. Arra kérlek benneteket, hogy ti is a kérdéseiteket, vagy ha vannak bennetek ilyen dolgok, hogy felsoroltam párat, hogy lássátok, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban, hogy bátran egészítsétek ki, vagy tegyétek fel, ami még ezzel kapcsolatban kérdés, és akkor próbáljuk meg következő alkalommal ezeknek a kérdéseknek az alapján tisztába tenni a test feltámadására és az örök ítéletre vonatkozó igazságokat. Oké? Okay? Van valami, ami nem volt érthető, világos, ami esetleg elakadtatok, megakadt a torkotokon. Ez elragadtatási kérdés azért, mert fedez az Isten is, hogy igen. És az, hogy mikor van pontosan, ez nem volt világos. Igen. Tehát amikor a Biblia beszél az elragadtatásról, nagyon sokat beszél arról, hogy hogyan történik az elragadtatás, viszont nem beszél arról, hogy mikor. Amikor a keresztényekkel beszélgetünk az elragadtatásról, ők mindig azt szeretnék tudni, hogy mikor, és nem nagyon, hogy hogyan. Tehát ez egy ilyen érdekes dolog, hogy míg a Biblia sokat foglalkozik a hogyannal, és keveset a mikorral, addig a keresztények sokat foglalkoznak a mikorral, és keveset a hogyannal. Az elragadtatásról, ahogy mondtam is korábban, az elragadtatás imminens bármikor megtörténhet. Nincs összekötve se az Antikrisztussal, se Izraellel, se semmivel nincs az elragadtatás. Összekötve bármikor megtörténhet. Akár az itt ülők közül is lehetnek olyanok, akik nem látnak halált, hanem meglátják az Urat visszajönni az ő dicsőségébe. Bármikor. Ez bekövetkezhet. Nincs semmilyen feltételhez kötve. De ott a feltámadással sincs összekötve, tehát attól is független teljesen. Nem, hát az elragadtatás a feltámadás része. Hát Jézus visszajövetelekor három feltámadás történik, ugye abból két szakasz az egyház feltámadása, egy a mártíroké. Az egyház feltámadása megholtak és az élők. És az élők elragadtatásáról beszélünk. Igen, csak azért pontosítsuk, hogy most az Antikrisztus birodalma utánról beszélsz, de most mint elragadtatás ideje, vagy előtte? Igen, mert ez sokszor kérdés szokott lenni, hogy most az Antikrisztus előtt, vagy a közepén, vagy végén, és akkor találgatják ezeket a dolgokat. De szeretném hangsúlyozni, nincs összekötve az Antikrisztus birodalmával semmilyen módon az elragadtatás. Megtörtént előtte, alatta, utána, bármikor. Egyet biztosan tudok mondani az ige alapján, hogy legkésőbb a 6. kehely kitöltésekor az armagedoni csata idején az elragadtatás meg fog történni. Tehát ez biztos, hogy ez előtt kell az elragadtatásnak megtörténni. De hogy ezelőtt mikor? Sokkal a nyomorúság előtt. Vagy a nyomorúság alatt. Vagy a fél idején. Vagy 3/4-kor. Vagy azt nem tudjuk. Az elragadtatás az egyház dolga. Az utolsó 7 év Izrael dolga. Az Izrael ideje, nem az egyházé. Izraelnek van ideje, az egyháznak küldetése van. És ezt a küldetését időtől függetlenül folyamatosan mindig gyakorolnia kell. Ezről szól a szolgáknak a története. Ezt hozzátartozik, hogy tiszta legyenek, mert így arról beszélsz, hogy Jézus visszajövetele. Igen. És mi azt a pontot jelöltük meg, mint visszajövetel, ami ott van a 7. év után. De hogy itt két visszajöveteli rész lesz, nem? Igen, az egyik levegő égben történő visszajövetel, a másik meg amikor látható szinten jön vissza. Igen, nem? Hát ez abban az értelemben egy visszajövetel, hogy Jézus visszajöveteléhez tartozik. Ezt úgy kell elkezdeni, hogy Jézus ugye ül az Atya jobbján. Feláll, megfújják a kürtöket, és amikor, és ez már az ugye a visszajövetelnek a része.
és amikor már mindenki ott lesz, akkor visszajön, és láthatóan megjelenik. Azt tudjuk, hogy a látható megjelenés a 7. év végén lesz. Ugye ez a 6. kely, az armagedoni csata, aminek semmi köze Armagedonhoz, vagy kevés, tehát nem az lesz a csata, ami máshol lesz, csak Armagedonnak hívják. De ez a 6. kely kitöltésekor Krisztus megjelenik, és a Krisztus megütközik az Antikrisztussal, és annak a seregeivel. A feltűnése dicsőséges lesz, minden szem meglátja őt, elhatol az ég egyik végétől a másik végéig, mint a villámlás, tehát egy titkos visszajön, nagyon jól látható, dicsőséges, minden ember számára, bűnös és igaz ember számára látható visszatérésről van itt szó. Ezt tudjuk, hogy a 7. év végén lesz. És azt is tudjuk, hogy ezelőtt egészen biztosan megtörténik az elragadtatás, hogy mikor azt nem. De az biztos, hogy amikor az elragadtatás megtörténik, az azt jelenti, hogy az Úr visszajövőben van. Tehát az ő visszajövetelének ez része. Ugye a problémát az okozza, hogy akár 1000 évvel a 7 éves időszak előtt is megtörtént az elragadtatás, ugyanis a mennyei időszámításban ez nem játszik. De nagyon erőteljesen összekapcsolják ez az utolsó 7 évvel az elragadtatás, ennek semmilyen bibliai oka nincsen. Tehát ez csak azért van, mert hogy kronológiában úgy történik, hogy elragadtatás, nyomorúság, Antikrisztus, Jézus visszajön, és így tovább. A kronológia miatt teszik ezt ide. De egyébként ennek teológiai alapja nincs. Az elragadtatás bármikor megtörténhet. Én nem gondolom, hogy 1000 év van az elragadtatás meg az Antikrisztus között. Nem tudom pontosan, hogy az elragadtatás hogyan és miképpen lesz, de tény és való, hogy bármikor meg lehet, a 7 év előtt, alatt, akármikor. Mint ahogy azt sem tudjuk, hogy ez a 7 éves időszak, ez mikor kezdődik el. És abban látva egy konkrét esemény, ez van kötve, de olyan értelemben nem lőnek fel rakétákat és jelentik be, mint ahogy a szilveszterkor várják az emberekat. Eljött az új év, tehát jeleket adott Jézus, és nem pedig konkrét ilyen dolgokat. Itt az 1 Tesszalonikai 4:17-ben azt olvasom, hogy ugye leszáll az Úr az égből, feltámadnak először a, aki meghaltak volt a Krisztusban, és aztán mi, akik élünk, megmaradunk, elragadtatunk, és azokkal együtt a felnőkön. Tehát amikor leszáll az Úr, azt mondja, akkor lesz az elragadtatás. Így igaz. Ez akkor nem egyértelmű, hogy akkor, amikor ő megjelenik? Hát ezt úgy kell elképzelni, tehát az, hogy az Úr megjelenik láthatóan, és akkor történik az elragadtatás. Leszáll az égből, és akkor utána először, akik meghaltak voltak Krisztusban, és utána mi, akik még élnek. Igen. Tehát az is lehetséges, hogy az Úr megjelenik, és akkor megfolyják a harsonákat, és akkor az egyház feltámad, az élők elragadtatnak. Ez is lehetséges. De az, hogy az Úr visszajön, és az elragadtatás megtörténik, ez a földi időszámítás az ilyen módon nincsen kötve. Ez azért érdekes, amit mondasz, mert ugye azt mondjuk, hogy boldog, aki őrzi a ruháját, mert úgy jövök el, mint a tolvaj. Ez pont az Armagedonnál bukkan fel újra, és hogy ez a tolvaj motívum, ez tulajdonképpen az elragadtatással kapcsolatos, úgy jön el, mint a tolvaj, és így tovább. De hát ez már most messze vezet bennünket. Jó? Tehát én ezt tudom mondani, vagy ezt próbáljátok elfogadni, hogy az biztos, hogy legkésőbb, az Armagedonkor, Jézus visszatérése közvetlenül megelőzően az egyház feltámadása és elragadtatása megtörtént, de megtörtént előtte is. A kettő nincs összekötve. Része az Úr visszajövetel. Feláll, visszajön, de az a visszajövetel, ez egy szellemi történés, és nincs a földi időszámításban, ezt nehéz úgy elhelyezni. Rész a visszajövetel, tehát nem fog visszaülni utána a székbe és még várni, tehát azzal, hogy visszatér, az egyház elragadtatik, ez annak a szellemi folyamatnak a része, hogy Jézus készül megjelenni látható módon a Földön. És az ő visszatérése nyilvánvalóvá válik itt a Földön. Nekem igazán világos, hogy ugyanikor az Úr visszajön, és akkor ugye elragadtatunk, meg föltámadtak halottak, élnek és uralnak a Krisztussal 1000 évig. Ugye ez a kérdés, hogy hol, és akkor abban lesz, de akkor ugye egy másik testben leszünk már. Amikor, így van, már feltámadtak. És akkor 1000 évig ugye Sátán bezáraték, addig élnek és uralkodnak 1000 esztendeig, és lesznek, kérdésem az, hogy lesznek-e akkor a Földön olyanok, gondolom lesznek benne majd ugye Sátán újra elhiteti 1000 év után, akik
Földítésben van. Akik földítésben természetesen van. Természetesen. Tehát akik túlélik ezt az egész antikrisztusi cuccos, ők földítésben vannak, és bevennek az ezer éves királyságban, mindenféle nép és mindenféle nemzet, de az egyház már megdicsőült testben lesz jelen az ezer éves királyságban. Érdekes állapot lesz, amikor lesznek földi emberek, meg lesznek megdicsőült testben emberek ezen a földön, és ezek így fognak kezet fogni egymással és találkoznak, vagy teljesen el lesznek különítve, vagy hogyan kezdtek? Hát csak azt tudjuk, amit ugye Jézusról tudunk, hogy ő jött és tanította a tanítványait, és megjelent nekik, és eltűnt előlük, hát valószínűleg mi is itt leszünk, részei leszünk ennek az egész történetnek, de abban a szerencsés helyzetben leszünk, hogy a testünk már nem lesz a földhöz kötve. Tehát mondjuk a Jeruzsálemben, ami leszáll, ugye abban mondjuk a földi emberek nem mehetnek be? Nem, de hát az ugye most az ezer éves királyság elejéről beszélünk, meg az ezer éves királyságról. A Jeruzsálem meg az ezer éves királyság után, az ég és föld elmúltával, az új ég és a föld létrejöttekor jelenik meg. Tehát az egy másik ügy. Mennyi a Jeruzsálem, az egy külön történet. Annak is vannak érdekességei, mert ott is lesz fák levele a pogányok gyógyítására valók, hogy miért lesznek pogányok az eljövendő világban, hát ezt tessék. Ezt a kérdést most nem feltenni, vagy fel lehet tenni, nem tudok rá válaszolni, csak ötletek. Ézsauval mi lesz? Még meg se született sem, nem jó, sem rosszat nem cselekedett. Akkor a szegénykének hogy volt itt a döntése, meg az egész választás? Hát volt döntése Ézsaunak? Nem tudom, azért kérdezem. Hát döntött, választott? Hát, hogyha elég szabad akarata volt, akkor igen. Hát nem csak elvileg, hát olvassuk a történetét. Vannak döntések az életében, ott a lencse főzelék. De érdekes módon azt mondja, hogy már még meg se született akkor már ez. Nem, amikor meg se született, akkor Isten azt mondta, hogy Jákobot szerettem, és ott pedig gyűlöltem. De hát vajon Isten miért mondta ezt? Nyilván nem azért, mert Ézsau bármit tett volna, hanem azért, mert Isten látta a személyt, látta az embert, hogy kicsoda. Tehát azzal, hogy én azt mondom, hogy én ismerem ezt az embert, tudom, hogy milyen egy romlott alak, és tudom, hogy végig fog járni az utat, és itt fog landolni, ezzel én őt nem predesztináltam, csak megmondom előre, hogy mi lakik benne. Dönthetne másképpen, csak az meg kellene változnia. Nem könnyű kérdések ezek, én tudom. Jó? Igen, az örökítélet közt fel szokott vetődni, hogy és mi van, amit tudom én a négerekkel az őserdőben, meg nem tudom én hol. Ezek nem tudunk választ adni, azt tudjuk mondani, hogy Isten igazságosan fog ítélni ezeknek az ügyében. Ugye én mostanában már ritkábban, de régebben sokszor szolgáltam egyetemisták között, és azok olyan nagyon okos emberek, és akkor mindenféle okosságot kérdeznek. És nekik is azt tudtam mondani, hogy igen, fel tudod tenni ezt a kérdést, hogy most az a hóhér, aki meggyújtotta az inkvizíció során a mágiát a izé alatt, de azért tette, mert azt hitte, hogy most ő üdvözül, vagy nem üdvözül, vagy ez most bűn, vagy nem bűn, de nem tudunk választani. Tehát ugye nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezt meg tudjuk mondani. De azt meg tudjuk mondani, hogy te most hallottad az evangéliumot, vagy nem. És erre tessék válaszolni, azt hagyjuk az ilyen elmondt kérdéseket. Most az a kérdés, hogy te hol állsz ebben az ügyben, melyik oldalon. Mert ugye pont a Róma levél írja, hogy a bűnös ember hajlamos beleülni az ítélet székébe, és neki üzeni ugye az apostol, hogy menthetetlen vagy ember, aki beülsz az ítélő székbe, és akkor úgy gondolod, hogy neked jogod van az igazságot kiosztani. Mert míg másokat osztasz, tulajdonképpen saját magadra mondasz ítéletet. És hát a bűnös ember az ilyen, tehát mi nagyon szeretünk mások felett pálcát törni, mások felett ítéletet mondani, és közben még jobban is érezzük magunkat, hogy mi milyen igazak vagyunk. De ez a test, az nem Krisztus bennünk. Oké. Na jó van. Aludjunk rá egyet, jó, és akkor a vitás kérdésekre visszatérünk.